Sziasztok, játékmesternő és a mai videóban. Ja, akkor egyszer elnézzünk a Red Dead Redemption-nek a következő új pályájára, ez az a Mexikó területére. És utoljára ki szeretném próbálni, milyen a bounty vadászás. Na nézzük. Hát, ilyen most teszik a csávó, valami kalapos, ugye? Hogy néz ki? Micsoda? Látom, hogy hogy néz ki. Ja, Hogy nincs ez a... Nem tudom, csak minden területet megnéztünk már. Mexikóhoz kimaradt, mert bár a Mexikó is egy maga egy terület. Jó van, persze. Messze nem lehet elmenni. Meg Mexikó egy másik terület is, ami és így kiáldozom semmi másik területnek számít. E van a Kábolyok területe, ott voltam legelsőnek, aztán a városban, és a Mexikó. Mondjuk ennek a hülye lónak valamit, hogy tudom, minél hamarabb odaérünk. Majd visszafelé is kap minden szintkot, mert almám is van kettő, életöltő is. Itt meg tökre fura, hogy itt nem fekete lovat kapok, hanem ilyen barnás lovat. Mindig más lovat kapok. Ez a föld lesz, a hegyek a csávon ott volt. Hát nem tudom, mi lesz itt. Nem is, amúgy ez a széljen, mert nem is kapunk ére sok mindent, ami 40 dollár, én nem mennék el. Azt fogja szállt, csak az csehát életemet kockáztam még ügyeseket. Na, már is fáradt. De hogy gyorsan pénzt meg kidolgon a köcsönre, ezt a gyorsan eltöltődik. Ezt még vissza is kell vinni, ezért tök jó. Na, egy térképet tényleg elfelejtettem megmutatni nektek, hogy hogy néz ki a csávó, sorry. Oh. Raúl Ontiveros. Kriminális Grand. Azon tudom mi. És 20 dollárt fizettek érte, amúgy halálért meg százat, akkor az úgy látszik, hogy keresett ebben már. Hát ilyen bajuszos, öltönös. Én azt hogy ilyen mexikói is azt mondja. Nagyon sokára ott kell már lenni, mint jól látom. Valószínűleg még kerülik az egész világot. Hülyeséget fogják vinni a világ végére, hogy persze, hogy aztán meg visszafelé jön rá neki a 6-7 intelem is, ilyen kicsi katonája. Még egyszer tudod, hogy ilyes, hogy egyszer kipróbáltam, és ilyetek a rendőrök elkezdtek engem üldözni, és lövöldözni azért, mert lövöldözöm a másikat. Meg itt a véletlen rátartasz, hogy azért a fegyvert, mikor közlekedik az a sok hülye. Ja, persze, hogy a lovatokat nem kell ezért megállítani, persze. Meg semmit csak. Még a mexikóiaknak ilyen sovárlónk van, nem? Hát ez tényleg mi? A legelsőnek olyan könnyű volt, hogy fel kellett menni egy kis dombra, itt meg majd de kell kemenni a kövált kemenni a túloldalra majdnem, de kamer. Szóval mit csinálnám? Persze az én nem kell követni, mert hagyjátok neki a farkasok. Ez a farkas, hogy tudom, mi utál az összes. Például ott mélyem egy határidőt, pont nekem kell követni, mert én nyílj az legfontosabb. Nem, hát érjünk majd a Isten, mint már amba. Már beszélek az a játékban. Legalább úgy különösként, hogy féljétek szó szerint az egész területet meg kell kerülnünk, hogy visszavigyük, ez kicsit hülyeség. Meg azért fizetnek olyan sokat érte. 200 dollárt és 100-at a menő. Hát, inkább ölésre vannak. Az eredetikben mindig az ölését fizettek többet. Itt meg azért, hogy ne végül. Ez itt valami nagy funkalmaság lesz. Köszönöm.
Én mondom, a faszomat nem a kurva játékba bele. Maradt kurva anyja, nekem már elmenni is tudom, hülye ez a játék, hogy drogos. Mindig nem megyek oda, geci. Lobjára a hátadról, persze, Isten, te nyomvat ló. Hát már valóban írta, hogy itt a ló. Ez a legszarabb terület szörűbe. Ide nem érdemes rájönni, hogy érdem. Basz, hogy meg a fél területre el kell menni azért, hogy ezt a köcsű kurvát elvigyük, de nem elég basz, meg még ilyen 6000-re jönnek rád. Ez egyik van faszunk. Jöttünk, hogy jól értem, és nem biztos, hogy jöttem. Jó, lesz arra megöltem, hogy nem így jár. Máskor legyen az így, azt nem ölöm meg. Köszönjük játék. De jössz, te hülyeket csak. És bocsánat az agyak én néha, mert... Isten, nem lehet csomban is valós. Miért is lehet meg? Nem is ez az csalgó, hogy ez? Ez. Ez nem is pirosnak mennyi van. Még ez is sem a kibaszás, hogy... Ez a lóra fő is teszed, már egybe izgat buzik jönnek rá, hogy... Na persze, már... És ez rászállsz a lóra, az már egybe jönnek hat oldalról. Ó! Nem is kód elvinni a marra. Yes. Akkor jól jártunk. Meg is akarom a görények jönnek. Álljál már te nyomvalék, de jó, pontosan visz már célozni egyből. Pontosan nyomorikok, ami rendőrök is. Álljál már le, te hűtöcsök. Én átmegyek a területökön. Melgass. Hogy te voltál? Átmegyek a vonatra a máson. Apád faszád, de szimán ezt a rovat. De miért dob le a hátára? Ezt nem értem meg. De menni is lehet vele 6 méter felett, mert egyből levesz a hátára. Ugye csak hogy bahényel van autókkal viccelet az élő szarokat, mert nem tudom, ezek a dolgokat ebben a játékban. Meg egy legendásátok sincsen benne, ez a legjobb az Xbox, ez semmi sincs rajta, nem is érdekel. Azért akarok már ezzel játszani. Ez a játékos semmi sincs rajta, ezt imádom. Xbox-t azt, hogy nagyjából legyébe leszartak, akkor is leszartam, hogy nem kell rá sem. Nagyon persze. Nincs olyan nincs rajta. Nagyon megszik ezt az ügyen. De küljek a zsebet, hogy találni. Hol van már? Hát még így is azért el kell menni a világ végéig. Ezt hozzátenném. Nem tudom. Hát nem is azt nem ajánlom, én nem, hogy egyiket se ajánlom. Én nem, ezekből a szarokból nem élnék meg amúgy. Bounties anyád, én inkább akkor elmegyek vadászni állatokat, mint ez a szarra szenvedjek. Semmi értelme sem szerintem. Következik a mexikai, hogy alapból egy jó rét cigányok is. Nem tudom. Hát nem annyira jön be ez a mexikói terület. Inkább vadászk az erdőben medvékre. Nem is azt ajánlom nektek, de aki már alig megérdez, megérd. Így is elcsesztem sok pénzemet egy ilyen nyomat ruhára, amire különben meg se kaptam, de rohagyunk a játék. Jaj, mindent teljesíteni kell, mikor a játéknak hozzá imádom benne. De nem lehet más sem, teljesíteni kell neki. Na, mennyi már főt a nyomat előtt? Ugye jó nyelvben bízt, mert én gyorsan felmászni ez a nyomat, lovat, de tudom, állja már, ne hülye kocsit. Ezek nem kell tűnteni, persze. Aha. Na, állja már, ne hülye köcsög. Itt van egy csomó rendőr, de azért leszarják nagy gyívbe. Olvassam már. Ezt, ha választhatnák ezen a három közül, biztos, hogy a Mexikon felesztem, a Mexikon nagy szfos. Inkább akkor a... Hát... A legelsőt.
Ez Mexiko, ez szar, szerintem. Jó, beleszem. Semmi morékot. Vagy jó, beleszem. Na, most kaptam 200 dollárt. Ez elég érdi, 200 dollárt kaptam. Na, most végre kaptam. Amazok, mert semmi kóse kaptam, egyet sem. Na, mindegy. Aztán be is fejezem ezt a Red Dead Redemption játékot, szerintem így nagy ívben most már nem piszkodok vele. Hogyha tetszett a videó, lájkolhatok, és akkor már a következő videómban. Sziasztok!